Hogyha megértjük azt az egyszerű szabályszerűséget, ami a természet alaptörvénye, hogy az egyik kimenő anyag a másiknak a bejövő tápláléka, és ez szerint ezt alkalmazzuk a saját életünkre is, akkor mindjárt helyére kerülnek a dolgok. A trágyadombot onnan tudod megismerni, hogy büdös. Na most az a megoldás, amit Ország József kidolgozott, illetve helyesebben fogalmazva, ő soha nem mondta azt, hogy ő találta föl az alomszéket, ő pusztán csak megtalálta azt a vegyi folyamatot, és vegyészetileg alá tudta támasztani tudományosan, hogy mi zajlik le akkor, hogyha az ürülékünk, ebbe bele kell érteni a vizeletet is és a fekáliát is, a növényi anyagokkal, tehát cellulóz, lignin tartalmazó anyagokkal vegyül. És hogyha ez a keveredés megtörténik, akkor a szaghatás teljes mértékben megszűnik, és ez a lényeg. Nagyon fontos ezt tudni minden embernek, hogy amikor a jelenkorunkban ezek az özönesők vannak, tehát hogy egy nap alatt leesik 5-10-20 mm csapadék, akkor a szennyvíztelepeknek a hatásfoka a nullára csökken. És azt hagyjál, hallottam elemzőt, aki mondta, hogy ilyen, fel kell készülnünk ezekre a zuhanó esőkre, és kilép a szennyvíz tisztítóból a víz, és gyakorlatilag veszélyforrásá, környezeti fertőzés forrásává válik. Így van, és ez csak azért következik be, mert vízzel keverik a fekáliát. Iszonyatosan nagy mennyiségű szerves életanyagot veszítünk el. És ennek, és ez mérgezéssé válik a vizeinkben. Mert ugye eutrofizációt, tehát algásodásodást okoz, az algásodás megöli a természetes vizeinket, stb. Ehelyett azt kéne alkalmazni, hogy tegyünk mindent a helyére. És a helye az nem a kivezetett vizekben van. Tehát nem a folyókban, a tavakban, mert ugye az van a szakemberek fejében, hogy víz a vízhez. De ez sajnos nem jó, ez nem helyes meg alkalmazás. Az ürüléket a talajra kell helyezni, megfelelő növényi anyaggal keverve előtte, mert azzal a talajlakókat etetjük. Tehát, hogyha nem tápláljuk a talajt, akkor a talaj éhen hal.